Ezeken a felvételeken a debreceni Kodály Filharmonikusok 2017-es előadása látható a kastélyzenei napokról. A két napos estében nyúló rendezvényt idén harmadik alkalommal szervezik meg Gyulán. Ebben az évben 4 koncertet kínál az esemény, ahol többségben lesznek a gyulai vonatkozású fellépők. Az első előadás augusztus 24-én 18 órakor kezdődik a gyulai Almási Kastély parkjában. Itt tradíció a komoly zene a kastélyban, és ezt a hagyományt szeretnénk őrizni. Az idei évben a gyulai kedvencek kerültek előtérbe, fellép a gyulai ifjúsági fúvós zenekar, és hát nagyon népszerű a Powerbeat ütőegyüttes. Több alkalommal fordult meg Gyulán a Hódmezővásárhelyi katonazenekar, az idén őket is köszönhetjük itt a zenei napokon, és hát van egy kuriózum, ami különlegességnek számít, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával egy különleges koncertre kerül sor, mégpedig Molnár Tímea és Pap Viktor szoprán, illetve tenor énekes érkezik ide hozzánk. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni az eseménnyel, és felejthetetlen élményt nyújtani a kastély környezetéhez illő hangulattal. A koncerteket díjtalanul is meghallgathatja a közönség, azonban az este 8:30-kor kezdődő hangversenyekre a jeggyel vagy bérlettel rendelkezőket ezúttal is meglepetéssel várják. Én azt gondolom, hogy a gyulai szereplők egy kicsit túlnyomó többségben vannak, hiszen két olyan népszerű fiatal csapatot köszönhetünk, amely rendkívül kedvelt, és hát attól különleges, hogy most a Művészeti Akadémia támogatásával is érkeznek hozzánk fellépők. Amit a tradíciók közül megemlítenék, hogy az esti koncertek, amelyek 8:30-kor kezdődnek, ezt követően mi egy kis közösségi eseményt is szervezünk, egy pohár pezsgőre várjuk az esti koncert után azokat a vendégeket, akik jegyet vásárolnak a kastélyzenei napokra. A kastélyzenei napok minden alkalommal magához vonzza a járókelő gyulaiakat és turistákat. Ebben az évben is ugyanebben reménykednek a szervezők, hogy az utca emberét is elragadja majd a kastély környezete és a koncert hangulata.